Hol gyűjthetünk nyári élményeket, ha nem a Balatonhoz akarunk utazni? Mondjuk Magyarország második legnagyobb tavánál, a Tiszatónál, amit bár mesterségesen hoztak létre, mostanra az élővilága teljesen kialakult, nem beszélve az élményeket kínáló szolgáltatásokról. Első útunk Sarudravisz, ott is az élményfaluban indítunk. Itt ugyanis azt ígérik, hogy olyan élményekben lehet részünk, amelyeknek mi vagyunk a főszereplői, akár a vízben, akár a vízparton. Kértünk is tippeket, mit érdemes kipróbálni, ha nem csak strandolni szeretnénk. Mi arra törekszünk, hogy olyan élményeket adjunk, ahol az emberek mozognak, ahol viszonylag kevés benzingőz csapja meg az orrukat, és egyébként a családok elsősorban jól érzik magukat. Szerintem az egyik legszebb élmény, amikor a vízpart felől fedezzük fel a Tiszatavat. Tehát én itt javasolnám a kajakot, a kenút, a szapot. A Tiszatavon csak nálunk lehet evezni, és egyébként érdemes vitorlázni, és hiszen itt van előttünk egy csodálatos medence, a Sarudi medence, ami nagyobb, mint a Velencei tó. És egyébként azt javasolnám, hogy pattanjatok kerékpárra és fedezzétek fel a Tiszató sok-sok csodáját a környező településeken. A mi extra tippünk az volna, hogy érdemes kipróbálni a motorcsónakos körtúrát, egész más, hogy fedezhetjük fel így a tavat. Hogy Sarudon mit érdemes megnézni, abban segíthet több applikáció. Mi az OTP szépkártya appját kaptuk elő, mert így az alapinfok mellett az is kiderült, hogy hol lehet szépkártyával fizetni. Például a Tiszatavi Minizóban. Egy állatokért rajongó család hozta létre a vállalkozást, mai napig ők is üzemeltetik. Testközelből lehet megismerkedni itt az állatok csodás világával, hiszen a lakók többsége nincs ketrecben. Megszokták, sőt, már igénylik is a simogatást, a látogatók figyelmét. Akkor, ha jól gondolom, akkor ide kert délelőtt érdemes jönni, mert akkor pont már két napja nem simogatta senki az állatokat. Kócos, a szamár, Szilva, a láma, vagy Kiki, a beszélő papagáj mind nagyon barátságosak. Több állat épp azért került ide Sarudra, mert itt jobb életkörülményeket tudnak biztosítani számukra. Oroszlón találjuk a Tiszató igazi középpontját, a Tiszatavi Ökocentrumot. A 2600 négyzetméter alapterületű, madáralakot formázó épületben, a 7 hektáros szabadidőparkban és a nyílt vízen megismerhetjük közelebbről a Tiszató és környéke élővilágát. A kilátótoronyból pedig felmérhetjük, mi mindent járhatunk be a környéken. Itt a legnagyobb látványosság az Európa legnagyobb édesvízű akvárium rendszere, ami az épület -1 és -2 szintjén található. Mindenképpen ajánlom nektek, hogy menjetek el erre az 50 perces hajókirándulásra, ahol túravezető kalauzol titeket, és olyan élményekben lehet részetek, hogy a tündérrózsák között fogtok hajókázni, különleges tiszatavi madarakat láthattok, és megérezhetitek a tiszatavi szellőt, ami gyakorlatilag máshol nem érezhető. A természet közelsége egészen elvarázsolt bennünket, kedvünk támad további hasonló élmények begyűjtéséhez. Tiszafüreden a Szabics kikötőben meg is találtuk a megfelelő programokat. Lehet vízre szállni, van kajak, van csónak, és van egy tanösvény mindenféle érdekes túrával. Én azt választom, te? Én a vizet. Akkor majd találkozunk. A Tiszavirág ártéri tanösvény a Nyugalom szigete. Igény szerint magunkban is bebarangolhatjuk, de kérhetünk vezetőt is. Lajos nélkül mi sem tudtuk volna, merre találjuk a tündérrózsákat. A tündérrózsákat meg tudjuk nézni közelebbről? Meg tudjuk nézni közelebbről. Akkor csónakkal? Csónakkal, menjünk. Áthúzhatjuk magunkat csónakkal a túlpartra, vagy megfigyelhetjük egy kilátóból a madarakat, a környezetet,
esetleg csak élvezhetjük a természet csendjét, békéjét. A nap zárásához kerestünk egy helyet, ahol este is van forgalom, és még a naplementét is nyugiban nézhetjük. A Tiszafüredi Horgászcentrum pont ilyen. Sokan épp este bérelnek itt csónakot, vízi járműveket, hogy horgászni induljanak. A nagyfogást meghagytuk a következő Tiszató látogatásra, mert az biztos, hogy ide még vissza kell térni.